Nem csak pénzadományokat, különböző felajánlásokat is szívesen vártak a szervezők az árvízkárosultak javára. Kis Tünde a lányával érkezett a Galéria Hotel átriumába. A Pannon TV-ben hallottak az akcióról. TV-ben hallottuk ezt az alkalmat, hogy van így, hogy lehet adakozni. Akkor hoztunk ruhákat is, és nagyon örültünk, hogy lehet így nyilatkozni, és akkor egybe összekötöttük az adakozást. Nekem nagyon jó érzés, mert sajnálom azokat az embereket, akik az árvíz érte, és most nagyon örülök, hogy segíthetek nekik. Sokan érkeztek az adománygyűjtő akcióra, a szervezők nem számítottak ekkora érdeklődésre. Iznenadio sem se inače, kad sam došao ovde, bilo jako puno. Ovde ljudi, pogotovo što nismo očekivali ženske mušterije. To nas je malo iznenadilo. Tako da nismo bili baš spremni, ali eto, sve se izorganizovalo na najbolje nivou. Az akció nagy sikert aratott, a fodrászok megállás nélkül dolgoztak. A hajvágásért legalább 200 dinárt kellett fizetni, de mindenki annyit adott, amennyit szeretett volna. Az összegyűjtött pénzt és adományokat az árvízkárosultaknak juttatják el a szervezők.